Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Április 25-e van Márk névnapja. Érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. A feltámadás második napját, húsvét hétfőt ünneplik ma az ortodox hívők. Néhány napon belül lejár az adómemóriás pénztárgépek kötelező bevezetésének határideje. Emmanuel Macron fölényesen nyerte a francia elnökválasztást, Szlovéniában pedig Robert Golob alakíthat kormányt. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak Szerbiában. A feltámadás második napját, húsvét hétfőt ünneplik ma az ortodox hívők. Ezzel a nappal kezdődik a megengedő hét, amikor egyik napon sem kell böjtölni, és amit fényes vagy fehér hétnek is neveznek. Húsvét ünnepe három napig tart, így a szerb pravoszláv egyház naptárában piros betűkkel van bejegyezve a húsvét hétfő és a kedd is. Ma és holnap is bőséges lakomákkal ünnepelnek, és aki teheti, kedden sem dolgozik. A népi hiedelem szerint ezen a héten van az egyetlen jó kedd az egész naptári évben. Aki ezen a napon születik, boldog és hosszú életű lesz. Az idős emberek állítják, hogy ha ezen a héten szerdán este csillagos az égbolt, az év kivételesen termékeny lesz. Intenzív forgalom várható az utakon a Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt, figyelmeztet a Szerbiai Automotoros Szövetség. Hozzáteszik, a megnövekedett forgalom miatt várakozásra kell számítani a határon is Magyarország, illetve Horvátország irányába. Közleményükben kiemelik, hogy az autópályán a fizetőkapuknál nincs torlódás. A polisz.hu szerint a szerb-magyar határon jelenleg Kelebiánál és a Röszkei autópálya határátkelőnél kell várakozni körülbelül egy órát. Néhány napon belül lejár az adómemóriás pénztárgépek kötelező bevezetésének a határideje. Azok a jogi személyek, akik május 1-ig nem kezdik el alkalmazni az új rendszert, a törvény szerint különféle szankciókra számíthatnak. A pénzbírságtól a szabálysértési eljáráson át egészen az üzlet bezárásáig. Az adóhivatal jelenleg naponta több mint 3 millió számlához fér hozzá ellenőrzés céljából, emeli ki Dragana Markovića, a szerbiai adóhivatal igazgatója. Evo kako poreska uprava danas vidi Srbiju kroz novi sistem e-fiskalizacije. Ove narandžaste tačkice su poreski obveznici koji su prešli na novi model e-fiskalizacije. U ovom momentu veliki broj poreskih obveznika je prešao. Ovaj pogled će biti još potpuniji kada od 1. maja na ovim velikim ekranima budemo videli sve prodajne objekte u Srbiji u realnom vremenu. To je moćan alat koji je poreska uprava dobila na osnovu koga će poreski inspektori moći sopstvenih kancelarija da imaju uvid u sva dešavanja na prodajnim objektima. Jelentős évfordulót ünnepeltek Kulán, Juhász György helyi plébános vasárnap délután tartotta aranymiséjét. 50 éve március 19-én szentelték pappá. Juhász György atya 36 éve szolgál Kulán, a kulai katolikus templomot Szent György tiszteletére szentelték fel, így vasárnap, Szent György napján a templom búcsút is ünnepelték. Az egészben még az is, hogy a plébánosomat is Györgynek hívják, úgyhogy háromos ünnepet ünnepelünk, de és úgy gondolom, hogy minden kulla és minden vendég örülni fog ennek a szép eseménynek. Az ünnepi misére több mint 30 pap érkezett, valamint jelen volt György atya családja Csantavérről, Simon Zoltán, Kalocsa város alpolgármestere, a kalocsai érsek ajándékát és jó kívánságait hozta el a településre. Én úgy érzem, hogy Kalocsa és Kula testvérvárosi kapcsolata példamutató, hiszen kölcsönösen részt veszünk egymás ünnepein, egymás rendezvényein. Juhász György atyának köszönetet kell mondani, mivel már 50 éven át életét a vajdasági magyarságnak szentelte, hangsúlyozta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Időközben annyi minden fejlesztés is megtörténhetett a templomon, az egész településen, hiszen a küldetéses emberek
a Jóistentől egy ilyen áldást kapnak, a ma ünnepel pedig egy ilyen ember. György atya jókedélyű, közösséget szolgáló, elkötelezett, magyar ember, aki mindig azt nézi, hogy miben tud segíteni, és mivel tudja a közösség életét szebbé tenni, emelte ki Pásztor István, a VMS elnöke. Ezért igazán ünnep ez a mai nap, mert a példát tudjuk fölmutatni. György atyának a példáját, amit az elmúlt 50 év eredményezett, és ezt lelkiekben is millió példával meg lehet mutatni. A templom felújítása is azt gondolom ennek egy kiváló példa, és egyáltalán az, amilyen lelki kondícióban, közösségi kondícióban van a kúlai magyarság. György atya első szentmiséjét április 9-én mutatta be szülőfalujában, Csantavéren, ezután szolgált Horgoson, Péterrévén és Újvidéken, majd Kúlára került. Én úgy gondolom, mintha mindig ugye a háttérből lelkipásztorkodtam volna. Csináltam, ahogy tudtam, bírtam. Kezdetben az volt a fontos, hogy úgy rájöjjek a hívekkel való találkozás, kapcsolattartás nyitjára. Aztán pedig, hát itten, főleg itten a gyerekeket tanítottam hittanra, még az iskolába is bejutottam, igen furcsa érzés volt, mert én még abból az időből vagyok, amikor ugye tiltották a templomba járást, és most én megyek be az iskolába, ahol ugye nem éppen örömmel fogadták valamikor. György atya hozzátette, mindenért hálás a papi pályára hívó Úrnak, Jézus Krisztusnak. Már a harmadik hónapba lépett az orosz-ukrán háború. A háború 61. napján az orosz erők több létesítményt is megsemmisítettek, köztük 5 vasútállomást. Az Interfax hírügynökség szerint Oroszország ma humanitárius folyosót nyit a civilek számára Mariupolban, hogy elhagyják az Azovsztál acélművet. A 2 hete ostromalában dél-kelet-ukrajnai acélműben ukrán katonák mellett számos civil is rejtőzködik, akiknek ezzel megnyílik a szabad elvonulás lehetőség. Folytatódnak a harcok Ukrajnában. Az éjjel több vasútállomást is kilőttek Nyugat- és Közép-Ukrajnában. Valószínűleg áldozatok is vannak, de erről még hírt nem adtak. Az oroszok az éjszaka folyamán lelőttek 2 ukrán drónt is, amelyek az orosz Kurszk régió felett repültek. Nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel az orosz hadsereg megsemmisítette az ukrajnai Kremencsuki olajfinomító üzemanyag előállító és tároló létesítményeit is, jelentette ki Igor Konashenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. A tábornok szerint az éjszaka folyamán 6 ukrán katonai létesítményt romboltak le, az orosz légierő harcászati gépei pedig 56 objektumra mértek csapást Ukrajnában. Hétfőn hajnalban kigyulladt egy olajtároló az oroszországi Brjanszkban, közölték az orosz hírügynökségek. A hatóság szerint a tűznek nincs sérültje, és a lakosság evakuálására sincs szükség. Az oltás megkezdődött, az éjszaka keletkezett tűz okát még nem közölték. Hogy köze van-e a tűznek a háborúhoz, azt még nem lehet tudni. Az Egyesült Nemzetek menekültügyi hivatalának jelentése szerint az összetűzések kezdete óta az ukrán menekültek száma megközelítette az 5,2 milliót. Emmanuel Macron fölényesen nyerte a francia elnök választást, ezzel 2 évtized után az első francia elnök, akit újra választottak. A részvételi arány alacsony volt, körülbelül 70-72%-os, ami az 1969-es elnökválasztás második fordulója óta a legalacsonyabb Franciaországban. Közel 49 millió választópolgárt vártak az urnákhoz vasárnap. Valamennyi felmérés Macron győzelmét vetítette elő, de jóval szorosabb eredménnyel, mint 5 évvel ezelőtt. 2017-ben Macron a második fordulót jelentős előnnyel nyerte, az érvényes szavazatok 66,1%-át, illetve 20,75 millió szavazatot szerezve. Marine Le Pen akkor a voksok 33,9%-át, 10,64 millió szavazatot gyűjtött.
A szinte véglegesnek mondható hivatalos eredmények alapján 99,68%-os feldolgozottságnál Robert Golob újonnan alapított bal-közép szabadságmozgalom pártja nyerte meg a választásokat és alakíthat kormányt Szlovéniában. A szabadságmozgalomnak 41 mandátuma lesz az új összetételű nemzetgyűlésben. A Janez Janša miniszterelnök vezette jobboldali szlovén demokrata párt 27 mandátummal a második, a konzervatív új Szlovénia 8 mandátummal a harmadik, a szociáldemokraták 7 mandátummal a negyedik, a baloldal pedig 5 mandátummal az ötödik helyen végzett. Egy-egy mandátum a magyar és az olasz kisebbségnek jár. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Május 1-én kezdődik a 111. strandszezon Újvidéken. Gomoly felhős időre kell készülnünk az előttünk álló napokban. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak Szerbiában, a Vlasotince közelében lévő vadászterületen, közölték a mezőgazdasági minisztérium állategészségügyi részlegének illetékesei. A fertőzés terjedésének megfékezése érdekében ezen a területen 60 napig tilos a vadászat. A háztáji sertéstenyésztőket pedig arra kérték, hogy ha rendellenességet észlelnek az állományban, azonnal jelentsék az állategészségügyi felügyelőségnek. A jablanicai körzet egyébként a 8. Szerbiában, ahol regisztráltak afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat. A vírus megjelenése miatt Montenegró január óta felfüggesztette a Szerbiából való disznóhús importálását. Hosszú idő után most kínálnak reális árat a hízóbikákért, mondják az adorjáni gazdák. Jelen pillanatban közel 3 eurót fizetnek a jószágért a felvásárlók. Igaz, a kereslet mérsékelt, és egyre kevesebb jószágot kínálnak eladásra térségünkben. A tavalyi évben sok gazdaság nem tudta értékesíteni a borjakat. Az állattenyésztőknek ez is nagy gondot okozott, az esetek többségében ezeket a jószágokat felhízlalták. Az adorjáni Bicskei család is így tett. Mint mondják, hiába hirdették meg bárhol is, senki sem érdeklődött utána. Eddig minden évben adtunk el egy 10-15 borjat. Itt a faluban nem is kellett meghirdetni, tudták, hogy érdeklődnek nálunk, és akkor elvitték őket. Hát tavaly egyetlen egy darabot se, pedig meghirdettük újságba is, a közösségi fórumon, Facebookon, hát még csak érdeklődő se volt. Nagyon sokan fölhagytak vele. Ebben az évben viszont az adorjáni termelőnek élősúlyban kilogramonként 2,5 euró körüli áron sikerült értékesíteni. Ez az ár azóta már növekedett, 2,8 és 2,9 euró között mozog, fajtától függően. A szakemberek szerint ez az ár sem extra magas, viszont az elmúlt időszak egyik legkedvezőbb felvásárlási ára. Tűrhető most ahhoz képest, ami volt ezelőtt egy évvel, kettővel, sokkal kifizetődőbb a tenyésztés, idézőjelben kifizetődő. Még egyszer megjelzem, mert a takarmányára, a gabonára nagyon magasra elszökött. Természetesen itt ki kell használni minden lehetőséget, hogy a legolcsóbb takarmánnyal etetni a jószágokat, hogy egy kis kifizetődéséig maradjon az ember kezében. A szakemberek arra is felhívják a tenyésztők figyelmét, hogy bizonyos esetekben a felvásárlók a vártnál magasabb árat kínálnak, amit különféle kifogások miatt végül az utolsó pillanatban már nem adnak meg. Mindig találnak valami hibát, ha nagy a súly, akkor azt mondják, hogy nagyon nagy a súly, az a baj, ha kisebb a súly, akkor nagyobb súlyút szeretnének, az a baj, esetleg minőségben találnak hibát, hogyha már egy hóhosten kettő esetleg van az állományban, akkor azt már kiszűrik, és akkor képesek azért csökkenteni az árat. Jelen pillanatban a hízóbikák iránt mérséklett a kereslet, valamint a kínálat is szegényes, ugyanis másfél év alatt megfeleződött az állomány térségünkben, tette hozzá a gazdakör elnöke. Május 1-én kezdődik a 111. strandszezon Újvidéken. A városi strandon már megtörtént a kártevő írtás és a bérelhető kabinok fertőtlenítése is. A Városi Kertészet Közvállalat gőzerővel készül a nyitásra. Lemetszették a fákat, felfrissítették a pázsitot,
A biztonságos strand projekt keretein belül új mentőcsónakot, információs táblákat, vízi mentőtornyokat és bójákat szereztek be. Az újvidékiek és a környékbeliek alig várják már, hogy elkezdődjön a szezon. Meni mnogo znači čist vazduh, imam 89 godina, čist vazduh je, prija mi, hoću da sam još mlađa, vitalna i tako, ali divno je. Stvarno imamo štrand, sad je ove godine više sređeno nego prošle godine. Često dolazim, ovdje mi je vazduh, voda, energija, to je Dunav daje energiju i sve negativno mi odnosi, a sunce i ovo zelenilo i mirnoće. Tekintettel arra, hogy Újvidék idén Európa kulturális fővárosa, a strand a korábbiakhoz hasonlóan számos sport, szabadidős és kulturális esemény helyszíne lesz. A fürdési szezon május 1-től szeptember 30-áig tart. Az újvidéki strand május 1-én nyitja kapuit, 11-től kell belépőjegyet fizetni. Az ár változatlan, egy jegy 50 dinárba kerül. Hétfőnként továbbra sem kell fizetni, ekkor ugyanis adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki. Az éves bérlet kedvezmény nélkül 1345 dinárba kerül, míg kedvezménnyel 1150 dinár lesz. 25 éves a Ludas Matyi Művelődési Egyesület, kezdetben csak színjátszással foglalkoztak, mára pedig a művelődési élet minden területén öregbítik a falu hírnevét. Tegnap a Ludasi Kultúrotthonban ünnepelték meg a Ludas Matyi Művelődési Egyesület jubileumi születésnapját. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség oklevelet adományozott a 25 éves Ludas Matyi Művelődési Egyesületnek, elismerve azt az alkotói munkát, közösségteremtő és közösséget álmodó magyarságszolgálatot, amely nem múló lendülettel zsongja be Északbácska egy gyönyörű táját és települését. A ludasiak a színjátszáson kívül a népművészet meg annyi ágát ápolják, emelte ki beszédében Sutus Áron, a VMMS elnöke. Ajándékoz meg mind a mai napig meg annyi felcseperedő generációt. A 6,5 éves Vörös István a néptáncosok, nővére a 8 esztendős Vörös Romina pedig a néptáncosok és a leánykórus tagja is. Mikor a testvérem már táncolt, akkor én közben, mikor elkísértem anyukámmal, akkor bementem. És kedvet kaptál te is táncolni? Igen. Hány éves voltál akkor? 5. Nagyszerű. És te mióta táncolsz? 4 éve. És... És miért szeretsz táncolni? Azért, mert sok barátom van, és engem megnyugtat, hogyha... Táncolok. Úgy tudom, te a leánykórus tagja is vagy. Igen, az a Liliomok, és mi egy éve működünk, nemrég láttunk egy évesek. A Liliomok pedig az idei szójcsíp szójvetélkedőn ezüstérmesek lettek. 25 éve alakult meg a Ludas Matyi Művelődési Egyesület, ketten álmodták meg, egyikük Aladics Tibor. Annak idején kedves barátnőmmel, Vörös Imeldával azt terveztük ki, hogy Ludason is meg fogjuk szervezni a betlehemezős játékot, illetve betlehemezős szereplést. Onnan jött az egésznek az ötlete, és ebből az ötletből aztán kifejlődött ez az egész dolog, hogy megalapítsuk a Ludas Matyi Művelődési Egyesületet, és utána egy nagyon komoly színjátszó történettel indult be ez a gépezet, és aztán fut már immáron 25 éve. Mára már óvodáskortól vannak néptáncosok, és alsós iskoláskorúakból is álló leánykórus, mondta Vásárhelyi Teréz, a Ludas Matyi Művelődési Egyesület elnöke. Van még egy csoportunk, egy duó. Ezen felül van egy asszonykórusunk, ott van 14 hölgy, különböző korúak, tényleg fiatalok is vannak, és arra nagyon büszkék vagyunk. Ezen kívül még ugye nagyon jelentős, és ezt mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy falújságot adunk ki, és minden évben tábort, már 25 éve minden évet tábort szervezünk, és ne hagyjam a véletlenül se ki, a színjátszó csoportunk, amelyik mindig újjá alakul, és most szintén van egy újabb csoportunk, 11 gyerkőccel. A
Az ünnepi műsorban fellépett és a házigazdáktól köszönő levelet kapott a Királyhalmi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Magyar Kanizsai Levendula Népi Kézműves Műhely Ördögcsákja Táncegyüttese, Ballangó Annabella, a Hajdúeresi Livka Sándor Művelődési Egyesület Rekötje Népdalköre, a Palicsi Palics Magyar Művelődési Egyesület Szederinda Népdalköre, valamint a Török Kanizsai Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület. Szentgyörgy napi táncházat tartottak Törökbecsén. A rendezvényt a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület berkein belül működő csalogató néptánc együttes hívta életre. A mulatságon a fiatalok kedvük szerint ropták a táncot, amihez a jó zenét az Óbecsei Fokos zenekar húzta. Lukács Júli 13 éve néptáncol. Nagyon szeretem ezt csinálni, főleg, hogy őrizhetem a hagyományokat. Az ilyen jellegű rendezvények mindenképpen a vajdasági magyar közösséget erősítik, mondta el Fábián Mihályfi Elvira, a csalogató néptánc együttes tagja. Az év során sok fesztiválon és sok versenyen veszünk részt. Ez mellette egy barátkozásra és egy jó táncolásra ad teret, és nagyon örülünk ilyenkor, amikor tényleg tét nélkül és barátságosan összejöhetünk. A táncházak valódi varázsát a résztvevők kizárólag a helyszínen érezhetik meg, mondta el Brezovszki Tamara, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület elnöke. Ez egy olyan életérzés, ez egy akkora energia, ez egy akkora erő, ez egy akkora összetartozás, ez egy akkora öröm, hogy ezt tényleg nem lehet szavakba elmondani, ezt átélni kell. A törökbecsei eseményt ez alkalommal Szentgyörgy nap jegyében rendezték meg. Jellegzetes, mivel ekkor nagy bálozások voltak, ekkor volt a jószágok kihajtása, a juhász bálakat tartottak. A Törökbecsén szervezett Szentgyörgy napi táncház a Csóri Sándor alap támogatásának köszönhetően valósult meg. És most az időjárásról. Gomoly felhős időre kell készülnünk az előttünk álló napokban. Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Kedden és szerdán hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de a megnövekvő gomoly felhőkből zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökön már több napsütésre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Továbbra is Novák Djokovic vezeti az ATP világranglistát, a világ első 320 ponttal vezet a második orosz Daniil Medvegyev előtt, aki egy hete még csak 110 ponttal volt lemaradva Djokovic mögött. A szerb teniszező már 367. hete világ első. Miomir Kecmanovic maradt a 38., Filip Krajinovic a 49., Győre László pedig az 54. helyen áll. Eddig tartott a híradó, nézzük még egyszer kiemelt témáinkat. A feltámadás második napját, húsvét hétfőt ünneplik ma az ortodox hívők. Néhány napon belül lejár az adómemóriás pénztárgépek kötelező bevezetésének határideje. Emmanuel Macron fölényesen nyerte a francia elnökválasztást, Szlovéniában pedig Robert Golob alakíthat kormányt. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak Szerbiában. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a panonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!